Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója február 17-én hétfőn. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Muramenti malacságok. Évről évre népszerűbb az egyházközségi böllérfesztivál Murakeresztúron. Tolfosztás. Életben tartja a hagyományt a Mamigdalkör. Elismerés. A Tungsram játékos a Vadász Márton lett az év zalai férfi kézilabdázója. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Idén is nagy malackodás volt Murakeresztúron, ahol 7. alkalommal rendezték meg az egyházközségi böllérfesztivált. A kora reggeltől késő éjszakáig tartó rendezvényre mintegy 1000 érdeklődőt, horvátokat és magyarokat vártak a Mura mindkét oldaláról. A látványdisznóvágás idén sem hiányozhatott a programból. Ezt az egy állatot leszámítva azonban a többi malac már kora reggel elszenderült, hogy a főzőversenyen résztvevő családi és baráti társaságok minél előbb munkához láthassanak. A megmérettetésen 2 horvát és 6 magyar csapat készítette a finomabbnál finomabb fogásokat. Nem is tudom, minek nevezik. Malacburger. Legyen egy malacburger, vagy inkább egy bőlőburger. De az egy különlegességünk lesz. De igazándiból pecsenyéktől, a kolbásztól, a hurkától, a töpörtőtől, tehát minden meg lesz, mint ami egy disznótoroson ugye található. Most egy tárhonyos levesünk is lesz, most ugye nem káposztát választottunk, mert káposztából mindenki csinál. Tehát legyen kicsit más is. Egy tárhonyos, jó, gazdag a hússal és igazándiból mi úgy gondoljuk, hogy ez itt most megállja a helyét. Aki akarta, ízletes borokkal koronázta meg a sertés húsos ebédet, amelyhez a szakember elsősorban száraz borokat javasolt. Ezekhez az ételekhez akár fehér, akár vörös, akár rozé, de mindenképpen a szárazabb borokat ajánlanám. Ha csak nincs valami édesebb sütemény, mint hájas mondjuk, a hájas sütöttek volna, akkor a hájas sütemény ez azért a félszáraz borunkat kínálnám mindenképpen. Az egyházközségi böllérfesztivált 7. alkalommal rendezte meg Murakeresztúr és Fityeház önkormányzata, valamint a helyi katolikus egyházközség. Annak idején, amikor elindítottuk, nem gondoltuk volna, illetve hittünk benne, mindig az volt először, ahogyan az angol is mondja, hogy small but is beautiful, tehát kicsi, de szép is a miénk, úgyhogy ezt meghazudtolva nem csak, hogy szép volt, hanem nagyjá is formálódott, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy az álmainkon túltett ez a mai rendezvény. A rendezvény egyik fővédnöke Cseresnyés Péter államtitkár országgyűlési képviselő volt, aki köszönetet mondott a fesztivál támogató önkormányzatoknak, vállalkozóknak és szervezeteknek, valamint a résztvevőknek, akik őrzik a disznóvágás több száz éves tradícióját. Bene Csaba, a Zala megyei közgyűlés alelnöke szintén a hagyományőrzést emelte ki. A jó hangulatról horvát és magyar fellépők sokasága gondoskodott, a rendezvény sátor késő éjszakáig zenétől volt hangos. Felidézték a tolfosztás hagyományát a mamik. A MOL Bányász Nyugdíjas Klub dalköre már 5. alkalommal szervezte meg a vidám, régi idők emlékét őrző programot, amelyen az asszonyok hagyományosan tollat fosztottak, a férfiak pedig a sarokban kártyáztak. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, csak úgy, mint a Mamigdalkör más összejövetelein. Ezúttal azonban kimondottan a hagyományőrzésen volt a hangsúly. Ezt a régi hagyományt szeretnénk az utókornak továbbadni, amit mi még annak idején ápoltunk. Ez a téli szórakozás, ez egy nagy múltú, az a tolfosztás, ugye ilyenkor készült el a staférunk a férhez menő lányoknak a tolfosztás. Ez egy nagy öröm volt, általában lakodalmak után, amikor még volt maradék, összejött a társaság, és akkor elfogyott ugye meg volt a tolfosztás is. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt a közösség ápolásra. Az évente megrendezett program során annyira figyelnek a hagyományokhoz való hűségre, hogy még a férfiak is olyan elfoglaltságot üznek, mint annak idején. Ez régen is így volt, már a sarokban volt mindig a boros koncsú. Meg a kártya. Az asszonyok kapták a főszerepet, ugye ők, nekik kellett a nagyobb hely, a férfiak elférték a sarokba is. A hagyományőrző rendezvényen is fontos volt a közösségépítés, de a csapat tagjai egy-egy ilyen alkalommal új dalokat is tanulnak. A
A Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház a rendezvénnyel a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz is csatlakozott. Nagyszabású rendőrségi akció volt ma reggel Nagykanizsán a Kánkároly utcában. Információink szerint a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai egy külföldre prostituáltakat szervező hálózat egyik feltételezett tagját fogták el. A rendőrség a hétre ígért tájékoztatást. Elhunyt Kereskai István, a város rendszerváltozás utáni első polgármestere. Kereskai Istvánnak jelentős szerepe volt az átmenet levezénylésében, a konfrontáció helyett mindig a kooperációt kereste, életpályája pedig példa arra, hogy szorgalommal, lokálpatrióta elkötelezettséggel, folyamatos tanulással valós értelmiségi életet lehet élni. Polgármestersége alatt több jelentős fejlesztés is megvalósult, például Kiskanizsa és a Katonaréd csatornázása. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Két énekes, egy harmonika. A kanizsai közönséget is lenyűgözte Miklósa Erika és Horváth István koncertje. Folytatódott a felkészülés. A Kozár Mislányt fogadta az FC Nagykanizsa, az edzőmeccset a vendégek nyerték. Az antibiotikumok túl gyakori használatáról is szó esett a Zala megyei Szent Rafael Kórház kétnapos szakmai rendezvényén Zalakarason. Az infekciókontroll és antibiotikum politika 26. továbbképző konferenciáján az intézmény munkatársai mellett országosan elismert szakemberek vettek részt. Tehát meg kell lenni a modern technikának, meg kell lenni a megfelelő infrastruktúrának. Halász Gabriella nyitotta meg péntek délelőtt a már 26 éves múltra visszatekintő szakmai programot. A főigazgató szerint a mai, modern gyógyításhoz elengedhetetlen folyamatos képzés, illetve a mostanihoz hasonló szakmai fórumok megszervezése. Minden évben különleges az infekciókontroll konferencia, mert azért az alai szakemberek számára, konkrétan az Zala megyei Szent Rafael Kórház számára ez a legnagyobb seregszemle, hiszen itt a legnagyobb számban vesznek részt kollégák tudományos előadásokkal, és a legjobban meg tudjuk ismerni, hogy ki mivel foglalkozik. Másrészt nagyon fontos, mert egy olyan problémával foglalkozunk két napon keresztül, amely minden szakmát érint, tehát nem szakma specifikus. A szakmai fórum előadói idén a kórházi fertőzések felmérésének, megelőzésének és kezelésének lehetőségeit vizsgálták. A kórházi fertőzés kérdés az világ probléma, Európa probléma is, magyar probléma is természetesen. Ez kikerülhetetlen, mert a kórházba bekerül egy beteg, és invazív beavatkozásokat végeznek a sebészek, a intenzív terápiás eljárások, azzal mindig egy kicsit fertőzési lehetőséget is csinálunk. Na most ez minél alacsonyabb számú legyen, vagy lehetőleg ne legyen. A kétnapos konferencia résztvevői több mint 25 előadást hallattak a szakmai rendezvényen. A nemzet fogalmát, kérdését járta körül a kanizsai esték második előadása. A református egyházközség vendége ezúttal Köntös László volt, aki arról értekezett, a nyugati világban két markáns nézet áll szemben egymással. Az egyik egy egységes európai kormányban látja a jövőt, a másik viszont a nemzeti közösségeket megtartó identitás megőrzésében hisz. A Dunántúli Református Egyházkerület püspök helyettese hozzátette, a magyarság és a reformátusság az elmúlt évszázadokban teljesen összeforrt. Köntös László szerint a magyarok keresztényként és magyarként tudnak megmaradni a világban, és ezzel együtt kell európainak lenniük. A nemzetet, ahogy ma ismerjük, nem lehet meghaladni. Tehát nem úgy van az, hogy eldöntjük, elhatározzuk, aztán levetkezzük a magyar identitásunkat, hanem úgy van, hogy ez egy olyan erős kötődés, például itt van a nyelv kérdése, amit nem lehet egész egyszerűen meghaladni. Tehát értjük mi, hogy létezik egy olyan, hogy az emberiség egyetemes eszméje, az elvont ember, csak hogy minden ember tartozik valahova. Minden ember valahol szocializálódik, minden embernek van egy nyelve, minden embernek, minden közösségnek vannak hagyományai, és az a véleményem, hogyha ezeket a közösségeket, hagyományokat feladjuk, és hogyha a nemzeti gondolatot, eszmét, hovatartozást feladjuk, akkor a senki földjére kerülünk, mert akkor
akkor megszűnik az emberek közötti összetartozás érzése, a valahová tartozás érzése, az otthonosság érzése, akkor egyszerűen nem fogom tudni megmondani, hogy hol vagyok otthon ebben a világban. Pincészet bemutatóval folytatódott a Miklósfai Kertbarátok téli programsorozata. Az ismert badacsonyi borász Laposa Bence a kóstolóval egybekötött programon nem csupán saját borait és azok titkait tárta fel, azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy szerinte mostanában mire kell leginkább odafigyelni a termelőknek. Nagyon ritkán szoktam arra vetemedni, hogy bárkinek tanácsot adjak, de ha bármilyen tanácsos hasonlót kéne mondanom, akkor egyértelműen azt mondanám, hogy az nem szőlészeti és nem borászati tanács lenne, mert biztos vagyok benne, hogy abból a szempontból itt is értenek hozzá a gazdák, és meg tudnak termelni jó minőségű szőlőt, és ismerik a területeiket. Sokkal inkább egy piaci alapú megközelítés, amire szüksége van az ágazatnak, hogy minden szőlővel és borral kapcsolatos kérdés az a piacnál kezdődik és ér véget. Lenyűgözte a kanizsai közönséget Miklósa Erika és Horváth István. A két művész a Filharmónia Magyarország komoly zenei koncertsorozatának keretében a múlt héten lépett fel a városban. Miklósa Erika és Horváth István közös estjének utolsó állomásán nem csak klasszikus opera és operett szerzeményeket adott elő harmonika kísérettel, hanem népdalt és sanzont is. Két páratlan hang és egy harmonika találkozásának lehettek szem és fültanúi az elmúlt héten a nagykanizsaiak. Miklósa Erika duett partnerével, Horváth Istvánnal egy hétállomásos turné keretében a Filharmónia Magyarország által szervezett komoly zenei koncertsorozat részeként érkezett Nagykanizsára. A koloratúr szoprán és az operaénekes több mint 10 éve ápol jó viszonyt egymással. A közös estet ennek gyümölcseként álmodták meg. Családilag összejárunk már hosszú évek óta, majdnem ugyanakkor születtek a kislányaink, szóval ez már egy több, hát már majdnem már a második évtizedet nyomjuk, igen. Úgyhogy valószínű, hogy azért is működik ilyen jól, mert nagyon jól értjük egymást. Nagyon sokat énekelünk színpadon is, tehát, és itt azért nagyon fontos az, hogy zeneileg is értse a másikat az ember. A repertoárban nem csak a klasszikus operákból és operettekből hangzottak el részletek, hanem egy-egy dal erejéig a sanzonok világába is elkalózolták a közönséget. Az est nem titkolt célja volt ugyanis, hogy a különféle zenei műfajokat minél közelebb vigyék a hallgatósághoz. Ehhez a két művész közvetlen előadói stílusa is hozzájárult. Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és a legfontosabb az, hogy mi is azt éreztük, hogy ennek a formációnak van léte, mert azért volt ebben egy bizonytalanság, hogy én ugye operaénekes vagyok, és hobbi harmonikás, tehát én nem vagyok harmonika művész. Tehát, hogy ez mennyire fogja a közönséget megfogni, mennyire tudjuk őket bevonni, mennyire érzik ők is azt különösnek, mint amennyire ezt mi éreztük, de eddig mindenkinek nagyon tetszett. A művészek azt mondták, az országos turné utolsó állomásán léptek színpadra a legfelszabadultabban, a visszajelzések alapján pedig tervezik a folytatást is. Séta egy tükörben címmel nyílt tárlata Ódor Bendegúznak. Az amatőr festő első alkalommal mutatkozik be a Medgyeszai házban. A tárlat megnyitóján elhangzott, a kiállított mintegy 20 kép az alkotó belső világát tükrözi. Ódor Bendegúz 16 éves kora óta fest, elmondása szerint nem követ semmilyen irányzatot. A fiatal művész nem csak örömet lelt a festésben, hanem segítségével a legegyszerűbben fejezheti ki magát. A tárlat február 27-ig látható az intézményben.
Farsangi bált tartottak a Palini Inkei Boldizsár általános iskolában pénteken. A télűző rendezvény minden évben nagy népszerűségnek örvend az intézményben. A diákok és szüleik ezúttal is kitettek magukért, hiszen ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket álmodtak meg. A tornateremben felállított kifutón olyan különlegességeket is láthatott a zsűri, mint a hatodikosok által megjelenített Trójai falu vagy a Titanic. A farsangi bált diszkóval és tombola sorsolással zárták. Ez egy közösségi együttlét, amikor gyerekek, szülők és diákok vannak egy közösségi térben, és önfeledten szórakoznak, játszanak egymással. És azért nagyon fontos, amit még mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy egy picit mások lehetünk farsankor. Mássá válhatunk farsankor, elég hozzá egy maskara, egy jelmez, egy jól megválasztott állarc, vagy éppen nekem egy pöttyös nyakkendő, ami jelenleg minden kollégát díszít ezen a farsangon, ezt beszéltük meg, és ez a fajta átváltozás egy kicsit könnyíti az embernek a lelkét, szabadítja a gondolatait, föltölt érzelmekkel, föltölt pozitív dolgokkal, hiszen az iskola az nem csak a komolyságnak a helye, nem csak a tanulásnak a helye, hanem olyan típusú közösségi hely, közösségi tér, amely kell, hogy alkalmakat teremtsen arra, hogy tanár, diák, szülő jól érezze magát felszabadultan, és egy csöppet megmutassuk egymásnak a másik arcunkat is. 2-1-re kikapott az FC Nagykanizsa a Kozár Mislenyiektől a hétvégén. Az alig egy hónap múlva kezdődő tavaszi szezon előtti harmadik felkészülési mérkőzésen két hasonló tudással és adottságokkal rendelkező csapat mérte össze erejét az olajbányász pályán. Az első gólt büntetőből a baranyaiak szerezték, ám nem sokkal később egy mélységi paszt követően Lőrincz Bence egyenlített. A második félidőben a mislenyiek ismét magukhoz ragadták a vezetést az MTK-tól kölcsönvett Babinski Bence jóvoltából. Noha a találkozó hátralevő részében végig nagyot küzdöttek a csapatok, több gól már nem született. Az FC Nagykanizsa következő felkészülési meccse szerdán lesz, ismét hazai pályán a horvát Slaven Belupo B gárdája elleni mérkőzés 11 órakor kezdődik. Vadász Márton lett az év zalai férfi kézilabdázója. A Tungsremese Nagykanizsa játékos a vezéregyénisége az MB2-ben szereplő csapatnak. A díjat pénteken az első tavaszi bajnoki előtt vehette át a játékos. A csurgói U23-asok elleni találkozót ezután 13 góllal nyerték a délzalaiak. Balogh László és Varga Sándor közösen adta át a megyei elismerést Vadász Marcinak. A Zala megyei kézilabda szövetség elnöke a díj átadása után fontos sportszakmai kérdésekről is egyeztetett a polgármesterrel. Szeretnénk elkészíteni a Zala megye kézilabda koncepcióját, és ebben a kanizsai kézilabdának nagyon nagy szerepe van, hisz ha visszanézzük évekre visszamenőleg, én is jártam ide MB1-es mérkőzésre játékvezetni is, illetve meccset nézni, és szeretném, ha ez a hagyomány folytatódna. A tavalyi kiesés után Vadász maradt a csapatnál, és vállalta, hogy segíti a kanizsaiakat a feljutás kiharcolásában. A gárda jól is áll, hiszen vezeti az MB2 délnyugati csoportját. Nagyon nagy megtiszteltetés, de inkább a csapatnak köszönhetem. Nagyon jól megyünk idén. Becsúszott egy vereség és egy X, de ezen kívül hibátlan ugye a szezon, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és szeretnénk megtartani az első helyet. Az első hely megtartásához egy fokkal közelebb került a Tungsram-SL Nagykanizsa, hiszen az első félidő akadozó játéka után a második játék részben már gálázott a csapat a csurgói fiatalok ellen. A végeredmény 34-21 lett. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Muramenti malacságok. Évről évre népszerűbb az Egyházközségi Böllér Fesztivál Murakeresztúron. Tolfosztás. Életben tartja a hagyományt a Mamik dalkör. Elismerés. A Tungsram játékosa Vadász Márton lett az év zalai férfi kézilabdázója. Ez volt a Kanizsa TV híradója február 17-én hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!